ilyen sokan eljöttek, egy alulról jövő kezdeményezés, hogy Bodrog köz egy azonos cél érdekében ilyen sok polgárt össze tudott gyűjteni ebbe a farkasordító hidegben. Ez is jól jelzi számunkra, hogy az önálló járásnak az elképzelése az nem csak 5-6 polgármesternek az ideája, ötlete, hanem Bodrog köz egész egységes polgárainak az elképzelése. És itt ezt nagyon fontosnak tartom, és engem is meggyőztek a bodrogközi polgármesterek, és ezért tudom tiszta szívvel képviselni, hogy ez egy politikai összetartozásnak a kifejezése, egy térség önállóságának a kifejezése, hiszen Bodrogköz évszázadok óta egy egységet képvisel. Sajnos ketté szakítottak bennünket, van egy szlovákiai része a Bodrogköznek. De most ezt felejtsük el, hanem azt nézzük meg, hogy miért lenne fontos. Azért, hogy, és lám milyen fontos, hogy itt a polgárokat is megmozgatta, hogy végre a bodrogközi civilek is érezzenek magukénak, hogyha valamit tenni akarnak, akkor azt el tudják érni. Azáltal, hogy önállóan tudják megfogalmazni, értelmesen és nem damagóg módon, hogy mit is szeretnének. És ezért fontos az, hogy ez a járás meglegyen a térségben. Én ezt tiszta szívvel képviselem. Nem vagyok könnyű helyzetben, mert akár kormánypártiképpen el is bújhatnék. Nem bújok el. Azt vállaltam, hogy képviselem, és minden törvényes lehetőséget végigjártam. Ezt csináltam az elmúlt 6 hónapban. Lehet, hogy Olá Krisztiánnal együtt esünk el, hogy most nem sikerül, de legalább tisztességesen végig tudok jönni, akár cigánt, vagy akár melyik bodrogközi falu utcáján, hogy amit lehetett, elvégeztünk. Mert ilyen gazdasági körülmények között, ilyen helyzetben nem könnyű, nem lehet a szavakkal vagdalkozni, ígérgetni. Tehát itt most a következőképpen állunk. Kormány megbízott úr támogatatónak vélte a kormány fele, mert ez a következő lépése, hogy mit szólnak a kormány megbízottak, hogyan látják az egész nagy megyét, mert itt azért a megyében más helyütt is voltak problémák. Ő ezt így terjesztette föl. Legutóbb, tegnap előtt a Eger frakciólésen, én ez ügyben kértem egy 4 órás vitában résztvevén szót, és elmondtam azokat a szak és szakmapolitikai és politikai indokokat, amivel én fontosnak tartanám az önálló bodrogközi járásnak a létrejöttét. Miniszterelnök úr, korábban mindenki azt várt, hogy a 168 járás kőbe van vésve, tehát akkor itt már nincs változtatás lehetősége. Nem így történt. A 4 órás tárgyalás után azt mondta, hogy Kósa Lajos frakcióvezető társamnak, frakcióvezető helyettes társamnak kiadott egy munkacsoporti megbízást, hogy akkor tekintsük át ismételten. Engem a most itt összegyűlt jó néhány polgár és ez a 6000 aláírás megerősít ebben a harcban, hogy itt nem csak 17 polgármester, hanem az itt lévő polgárok együttesen szeretnék kifejezni, hogy Bodrog köz egyövé tartozik. Ennek az egyik lehetősége lenne az önálló járás. És ettől sokkal lényegesebb, hogy mi szeretnénk egy munkacsoportot létrehozni, hogy egy önálló térségfejlesztési komplex tervet le tudjunk tenni, hogy még a hátralévő 1-1.5 éves uniós támogatásokból milyen pályázatokat lehet koordináltan megnyerni. Az a gond, hogy nem jut el hozzánk minden információ, nem tudunk megfelelően pályázni, éppen ezért veszem igénybe a kormánynak a támogatását. A vidékfejlesztési miniszter megbízottja Takács András, akivel márciusban fogunk leülni. Egyébként, hogy nem csak a rébuszokban beszélünk, az elmúlt 1 év alatt Takács Andrással Tokaj-hegyalja komplex térségfejlesztési programját tettük le az asztalra. Nem több, mint 5-6 oldal. Hogy hol, milyen beavatkozási lehetőséget kérünk, várunk egy fenntartató fejlődés érdekében. Ezt szeretnénk megcsinálni a Bodrog köz, ez sokkal fontosabb, mert ez munkahelyeket tarthat meg, infrastruktúrákat segíthet, és munkahelyeket teremthet. Tehát egyelőre így állunk, és én itt szeretném megköszönni Olá Krisztián polgármester úrnak, barátomnak és a kistérség elnökének, hogy együtt végzzük a dolgunkat. Mi senkitől köszönetet nem várunk, ezért választottak bennünk, ezt csinálják. Ma Magyarországon egyre többen vannak, egyre többször és egyre több igazságtalanság ellen tiltakoznak. Vannak, akik a munkahelyekért tiltakoznak, vannak, akik a demokráciáért tiltakoznak, és vannak, akik a józanész hiánya miatt tiltakoznak.
Mi itt ma Látszatcsékén az önkormányzatiságért harcolunk, a Bodrog köz önállóságáért harcolunk. Mert azt látjuk, hogy az emberek itt a Bodrog közben halálra vannak ítélve. Nincs jövője a fiataloknak, nincs nyugodt pillanata a nyugdíjasoknak, nincs olyan helyzetben Bodrog köz népe, hogy megengedhesse magának, hogy az önrendelkezési jogot szó nélkül elengedje. Ezért vagyunk itt, ezért hívták ide a szervező Körcsik Riád képviselőt is, és kíváncsiak leszünk arra, hogy a parlamentbe megszavazza-e a járásokról szóló törvényt, vagy valójában úgy, mint ahogy állítja, hogy kiáll Bodrog köz érdeke mellett, nem fogja megszavazni a törvényt, és azért fog harcolni, amit egyébként már megtehetett volna, hogy Bodrog közben járási szint legyen, és a Bodrog köz önállóságát, önkormányzatiságát Bodrog köz népe megkapja. Milyen esélyünk van arra, hogy ezzel a mai eseményen változtathatunk a Bodrog köz sorsán? Ha figyelembe veszik az embereknek a véleményét, akkor van esélyünk rá. Ha semmiben néznek bennünket, és nem érdekli ez a társadalmi réteg a kormányt, akkor nem lesz esélyünk. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy a mai nap arról szólt, amit már több hónapja próbálunk érvényesíteni, hogy a cigánt megkapja a járási székhely címet, illetve a Bodrog köznek legyen önálló és külön járása. Idéztük meg a polgármester úrral az imént ezt a rövid kis összeállítást, illetve visszatekintést. Jó hosszú ideje már annak, hogy minden cigándon és Bodrog közben élő embernek titkolt, illetve nem is titkolt vágya már, hogy önálló bodrogközi járás jön létre cigán központtal. Polgármester úr véleménye szerint mi a dolgok jelenlegi állása? Igen, jó estét kívánok minden kedves nézőnek. Mielőtt rátérnek a lényegre, én úgy gondolom, hogy összegezzük ezt a kis összeállítást, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú időszakot foglal magában, és ez gondolom ennek az volt a célja, hogy összegezze az eddigi munkánkat, illetve hogy mit tettünk annak érdekében, hogy cigánd járási központ lehessen. Ez több mint egy éves munka. Hogyha megnéztük az összeállítást, akkor kezdődött Táli András államtitkárról, aki most már elmondhatom nyugodtan, hogy nem véletlenül lett meghívva cigándra ide egy évvel ezelőtt, hanem tényleg éreztük azt, hogy minden politikusnak és minden olyan embernek, aki talán nincs tisztában azzal, hogy hol van a Bodrog köz, cigán milyen központi szerepet vállal jelenleg a térségben, tudnia kell. Ezért lett rendezve ez a találkozó, ezen a találkozón több mint 200 polgármester eljött. Én úgy érzem, hogy ez egy jó alapköve volt annak a munkának, amit egy év során itt végig felépítettünk. Nyilván ez az összeállítás nagyon-nagyon sokrétű volt, rengeteg dolgot tartalmazott, de rengeteg dolog ki is maradt belőle, mert azon felül, amit a TV rögzített, nagyon-nagyon sok helyen sajtóba próbáltunk ott lenni, próbáltunk az első helyen lenni szinte minden héten, de ha nem, akkor minden második héten valamelyik újságban megjelentünk. Az Észak-Magyarország már nem győzte fogadni a cikkeket például tőlünk, amiket küldtünk tudatosan felépítve, hogy igenis vegyenek észre minket, foglalkozzanak velünk, mert számunkra ez borzasztó fontos, de ugyanúgy említhetném több alkalommal a Magyar Rádiót, ahol kértük őket, jöjjenek ki, beszélgessenek egy picit a polgármestereinkkel, a Bodrog közi polgármesterekkel, nyilatkoztunk, és minden egyes nyilatkozattal azt kívántuk sugallni, hogy mi ezt a járási széket mennyire szeretnénk. A sajtóban egyszer felröppent egy olyan nyilatkozat, miszerint ködbe veszett a cigándi járás. Ez alatt a küzdelmes időszak alatt volt-e olyan, amikor csak ugyan úgy éreztétek, hogy meginunk, vagy megtorpan a dolog? Hát sajnos ez a nem csak egyszer repent fel ez a hír, mert ennek a cigándi járásnak a kimenetele a kezdeti időszaktól fogva nagyon-nagyon bizonytalan volt. Sőt, el kell mondanom, de szerintem aki figyelembe követte az eseményeket, ők biztosan tudják, hogy Sárospatak és Sátorújhelyen már tavaly év novemberében lejött a kormány megbízott úr, és közölte velük, hogy ők járási székhely lesznek, cigány pedig kormányablakot fog kapni minden bizonnyal. Ők várták, hogy mi ezt fogadjuk el, és hogy ez nekünk mennyire jó, de mindenki, aki picit ismeri ezt az ügyet, tudja, hogy nagyon, igenis nagyon sok a különbség egy kormányablak és egy járási székhely között.
mi akkor nem adtuk fel, azóta sem adjuk fel, és folyamatosan harcolunk a kis ügyünkért, de igen, igen, volt egy időszak, amikor Navracsis Tibor igazgatási és közigazgatási miniszter úr tartott egy sajtótájékoztatót, ahol kijelentette. Azt hiszem ezért januárában volt, kijelentette, hogy igenis a 168 járási székhely, amit a kormány elképzelt, az fix, ezen változtatni nem lehet. Na, ekkor kellett egy picit még jobban megrázni magunkat, és még jobban felhívni magunkra a figyelmet, bár ezt el kell mondanom, hogy az elmúlt egy év során talán nem volt olyan hónap, amiben háromszor, legalább minimum háromszor nem mentem el Budapestre, vagy nem mentünk el Budapestre a kollégáimmal együtt lobbizni a járási ügyben, és nincs olyan ember a parlamentben jelen pillanatban, aki ne tudná, hogy Cigánt hol van, és ne tudná azt, hogy a Bodrog köz hol helyezkedik el. De visszatérve a kérdéshez, igen, akkor egy picit elszomorodtunk, de általában a fiatal és agilis embereknek egy szomorú hír erőt ad. Nekünk ezt erőt kovácsolt, és igyekeztünk még több embert bevonni a mi magunk is harcába. Így találkoztunk Olá Tamás tanárról is, illetve Szabó Gábor tanárról, akik a bodrogközi értelmiségi fiatalok képviselői, és ők felajánlottak a segítségüket, és meg kell mondanom, hogy minden politikai segítség mellett én úgy gondolom, hogy az ő segítségük jelentős volt, mivel ez egy civil kezdeményezés, szóval ezt őket senki nem kérte erre, hogy ezt a harcot velünk vívják meg, de ők átérezték a helyzetnek a komolyságát, súlyosságát, és összefogtak velünk együtt, rendeztük meg az aktuális, vagyis az elmúlt időszakban történt felvonulás látszatcsékére, valami természetesen a lakosságnak, a lakosságnak a túlnyomó része, aki aláírta a petíciót, amit a fiatalok megfogalmaztak, illetve közösen megfogalmaztunk, ők érezték azt, hogy ez mennyire fontos, és amikor el kellett jönni az idejének annak, hogy hangot adjunk nyilvánosan a sajtó előtt is az érzelmeinknek, akkor eljöttek látszatcsékére azon a bizonyos napon, és én szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, aki ott azon a napon velünk tartott, és higgyék el, hogy ez nagyon-nagyon fontos volt a mi kis harcunknak a végkimeneteleiben, de még az eredményt még mindig nem tudjuk. Szóval 100%-ra még mindig nem tudja senki. Látok biztató jeleket, de minden napunk, minden percünk, minden másodpercünk még mindig azzal telik el, hogy küzdjünk és harcoljunk érte. Ebben a küzdelemben milyen szerepe volt a környékbeli nagyvárosok, gondolk itt Sátoraljaújhely és Sárospatak vezetőségének, polgármestereinek? Nagyon jó kérdés. Ezt köszönöm szépen, hogy megkérdezted, Erzsike. Mert azon felül, hogy a bodrogközi polgármesterek egy óriási egységet alkottak. Szóval ez felülmúlhatatlan, és ezt kívánom mindenkinek, hogy egyszer érezze az, hogy mit jelent az, amikor 18 ezer ember mögötte áll, és ugyanazért a célért segít harcolni, mint amit közösen megálmodtunk. Ez valóban így történt, az összes polgármester mindenki kivétel nélkül ott állt mellettünk, és fur ezt kimondani, de cigándért harcoltak, és a bodrogközért harcoltak. Óriási szerepe volt Sárospataknak, Sátoraljaújhelynek, és őt külön köszönöm Aros János polgármester úr, illetve Szamosvölgyi Péter polgármester úrnak a segítségét, hiszen egy külön levélben megfogalmaztak egy olyan álláspontot, amit elküldtek az illetékes minisztériumnak, hogy ők igenis támogatják azt, hogy a bodrogköznek legyen egy önálló és külön járása. Természetesen nem elfelejtendő itt dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő úrnak a segítsége, aki kezdetektől fogva, mint ahogy láttuk is az összeállításokon, ott volt mellettünk, kiállt mellettünk, és dolgozott a közös ügyünkért. Tehát bodrogközi polgármestereken kívül a két nagyváros polgármester, illetve az országgyűlési képviselő úrnak a segítsége jelentősen javította mi helyzetünkön, hiszen ez az összefogás eddig valóban nem volt még meg. Én úgy érzem, hogy ha sikerül esetleg ezt a járási székhelyet elérnünk, akkor itt egy olyan háromszög alakulhat ki, ami az észak-kelet-magyarországi régiót nagyon-nagyon megerősítheti. Az elmúlt 10 évben én még nem láttam ilyen összefogást a bodrog közben. Ugye ennek lehet az is az eredménye, akárhogy alakul, kormányabbak lesz, önállójárás lesz, valami mindenképpen lesz a bodrog közben, ami egy egységesebb bodrog közt eredményezhet.
Tessék megnézni, 3 vagy 5 évvel ezelőtt a Bodrog közön egy kistérségi társulás ülésre, hol 5-en, hol 7-en, hol 12-en ment, mindig valami. Most ott volt mindenki. Tehát ez mutatja azt, hogy az alulról jövő kezdeményezésnek, és ez az ereje, hogy nem esetleg a polgármester irányítja, hanem a polgárok érzik, hogy mi együvé akarunk tartozni. Nem tudom, mi lesz a vége, egyet tudok, amit én ígértem. Olá Krisztiánnal együtt elmegyünk, kiállunk az utolsó csepp. Sokan itt is úgy legyen, ugyan már nem kell annyit harcolni. Na itt a hely, ahol harcolni kell, itt a hely, ahol épp észérvek alapján el kell mondani, hogy miért fontos nekünk az önálló Bodrog köz. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a